Szedeli Janka Bianca számára a szakma kiváló tanulója verseny budapesti döntőjéig hosszú út vezetett. Először egy írásbeli versenyen bizonyított, majd az elődöntőt is abszolválva került be a legjobb 5 versenyző közé. Amikor megtudtam, akkor itt voltam az iskolában pont óra előtt, hát fel se akartam fogni tényleg. Nagyon, nagyon hihetetlen érzés volt, hogy benne vagyok a top 5-be, az országos top 5-be. Tényleg nagyon jó érzés volt. Mondjuk egy kicsit le is sokkoltam, és nem tudtam hirtelen, hogy most így hogyan lesz, mi lesz, de tudtam, hogy a tanáraim azért mögöttem lesznek, és majd segítenek. A versenyen az univerzum volt a téma. Az univerzum témában kellett csinálnom egy 2 emeletes dísztortát, kellett csinálnom a 3 ország torta alapján egy külön süteményt, amit nekem kellett, vagy hát így a tanárokkal együtt találtunk ki, ami a napraforgó, a kíváncsiság és a Huncut Szilva ország torta volt igazából. Kellett csinálnom egy saját választott, vagy hát egy ilyen, amit én választottam ki, külön egy mousse-t az univerzum témában, és itt is egy uzsonna süteményt kellett csinálnom, ami szintén a pozsonyi kifli volt. A diák elmesélte, milyen érzés volt pontosan, mikor a döntőben a nevét szólították. És ugye másodikként szólították a nevemet, és az valami nagyon, nagyon jó érzés volt, és annyira így elfeledkeztem magamról, hogy előtte elmondták, hogy ugye maradjunk fent, mert még kép, meg ilyenek, átadták a díjat, és én már le is ugrottam onnan a dobogóról, annyira nem tudtam, hogy hol vagyok, de viszont nagyon-nagyon jó érzés. Van, hogy sétáltam mondjuk az úton, és akkor a másik oldalról átkiabáltak, hogy gratulálnak, bementem a boltba, ott is mindenki gratulált, úgyhogy tényleg nagyon, nagyon jó érzés. Jankát az iskolában Garabás Gábor készítette fel. Ilyen tanulóval könnyű együtt dolgozni, önállóan szépen tette a dolgát, miközben órát tartottunk, közben gyakoroltuk azt a szituációt, mint a versenyen is, hogy mellette dolgoznak a többiek, és neki önállóan kellett megoldani a munkát, de szinte csak a kezdőfogásokat kellett megmutatni, és ő készítette szépen. Szőke Anikó gyakorlati oktatásvezető is méltatta a diák munkáját. Janka munkája példaértékű volt a felkészítés és a verseny folyamán is. Az ő esetében valóban tartalma van annak a kifejezésnek, hogy szakmai alázat. A diák közel állt a végső győzelemhez is, azonban Szederi Janka Bianca elmondta, nincs benne hiányérzet, hiszen a döntőben kiváló munkák születtek, melyeket a zsűri igazságosan értékelt.